Az Evobike standon minden városi kerékpáros megtalálhatja a számítását, hiszen szebbnél szebb összecsukható bringák vannak, itt van például ez a Mobiki, ami gyakorlatilag egy hátizsák méretből összepakolható. Nézzük meg, hogyan nyitjuk ki ezt a bringát. Igen, mondhatjuk, hogy egy hívről leszállás után szinte azonnal menetkész. Sőt, a csukásban az a nagyon-nagy öröm, hogy kettő mozdulat. Hoppá. Még mindig tolható a bringa, el van mellettem, körülbelül az a méret, amit én elfoglalok egy villamoson. Igen. Nem akarom besény szórni az ellenfelet, akkor becsukom a pedált. Igen, teljesen ellenőr kompatibilis csomagméret. Ezt azt hiszem a BKV ellenőrök is muszáj leengedjék a metróba. Így van. Kértük tőlük írásbeli állásfoglalást egyébként, tényleg. Tényleg. Megkérdeztük tőlük, hogy mi van, hogyha egy ilyenre fel akarunk szállni, és mondta, hogy jó lenne a közlekedő feleket nem összekoszolni, és benne maradni a csomagméretbe, hát mondtuk nekik, hogy ezt mind a kettőt tudjuk teljesíteni. Főleg, hogy ez teljesen lenne csukva. Úgyhogy azt mondták, hogy akkor nem mondhatja azt a buszsofőr, hát én ezt pedig nem fogom elvinni. Oké. De itt még ezen a standon találunk más egyéb okosságokat, mint például itt vannak az Ortlieb táskák. Gyakorlatilag ez a német gyártó világhírű a túra táskáiról. Ha ezeket a táskákat megnézed, nem a szokványos bekapcsolásuk van, hanem egy futászsákszerűen össze kell tekerni a száját a táskának, ezért esélytelen, hogy vízbe jusson a táskába, és olyannyira vízállóak ezek a táskák, hogy nyugodtan be lehet őket dobni a folyóba, és utána szárazon veszed ki belőle a cuccot. Jó esetben ez kevéssel fordul a biciklista. Igen, de nem csak kerékpárokhoz gyártanak táskákat, hanem motoros túrázáshoz, vízi túrázáshoz is, tehát innen jött ez a vizes történet. Tökéletes. De itt még van még valami. Illetve, ha megnézzük azt a bringát, szintén nem egy szokványos színnel találkozunk. Ez a Principiának az egyik modellje, a Vola. Hát mondhatjuk azt, hogy aki szereti a feltűnést, az válaszol ilyen kerékpárt. Szerintem nem olvad bele a hétköznapi forgalomba.